Az Éger című filmet tavaly ősszel mutatták be Budapesten. Ez Nagy Borús Levente első játékfilmje. Mindössze 19 nap alatt forgatták, kevés költségvetésből. A vajdasági alkotókat is jegyző film még csak most indul bemutatkozó körútjára, de Szabadkán már is láthatta a közönség. Amikor már Tamással elkezdtünk dolgozni ezen a filmen, akkor ugye ez egy közös pont volt, hogy ugye a vajdasági származás. Ebből kifelől úgy éreztem, hogy gyorsan meg is találtuk a közös hangot, és igazából már rögtön az elejétől kezdve beszélgettünk arról, hogy ezt jó lenne hazahozni, és most ez végül összejött. A közel két órás film nagyban épít az erős karakterekre, és az egyik nagy monológot a szabadkai Kovács Tamás játsza. Egyrészt nagyon hosszú volt, tehát ez, persze meg lehet bármennyi szöveget meg lehet tanulni, de ez különösen hosszú volt, és itt nem lehetett bakizni, meg hát nagyon, nagyon érzik egy most ennyit elárulok, egy szuper közeliből indul a kamera, és aztán végig egyre nagyobb képet kapunk. Amint elkészül a film digitalizált változata, az alkotók tervei szerint Vajdaság több városában is bemutatják majd. A Kovács Tamással készült Szubjektívet pedig kedden este láthatják majd a Fanon televízió műsorán.